Hosszú évekig semmit sem lehetett hallani az egykori filmsztárról, Fenyő Ivánról. Most 7 év hallgatás után újra kezdi a pályáját. Az idáig vezető rögös útról Fenyő Ivánt kérdezzük. Szabadság szerelem, 9,5 randi, SOS szerelem, Made in Hungária, igazi közönségfilmek. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb hazai filmsztár vagy, vagy voltál. Ezt majd mindjárt meg fogjuk beszélni, hogy te hogy éled meg azt, amilyen pozícióban vagy. Az elmúlt években igazából egyetlen komoly művészi pillanatod volt 3 évvel ezelőtti Veszettek című film. Azért most díjat is kaptál Amerikában. Igen. Jó estét, köszönöm, jó estét, hogy itt vagy. Visszavonulta hallgattál voltak éppen, színészként mindenféleképpen leginkább. Ennek a hallgatásnak nyilván oka volt. Elmondod? Amikor beszélgettünk telefonon, akkor azt mondtad, hogy eltűntél, vagy nem lehetett látni, valami ilyesmit mondtál, és akkor azon gondolkodtam, amiközben idefelé vezettem, hogy és ez most jobban tetszett, amit most mondtál, hogy hallgattam. Azt hiszem, hogy nem tűntem el, csak talán a nagy közönség nem feltétlenül úgy látott, ahogy előtte, hogy mit tudom, évről évre egy hatalmas nagy sikerfilmben. Sok minden ért a magánéletemben is, volt egy balesetem, az eléggé megrázott, utána elkezdett kicsit ilyen, nem új életet kellett kezdeni, de egy kicsit olyan, mintha egy újra terveznéd a saját életedet, és ott erre és arra evett a fene és a sors, és akkor egy kicsit őt magamba kellett nézegetni, olyan, mintha lett volna egy hét olyan esztendő, amikor egy kicsit kívül vagy, és az embereket szolgálod, és szórakoztatod, és előtérben vagy, és híres vagy, és sztár vagy, és a többi, és akkor kicsit még a Lázár Kati mondta nekem, hogy aztán van 7 szűkös esztendő, és ez nem biztos, hogy szűkös volt, de mindenképpen egy ilyen befelé fordulós volt, egy ilyen magammal foglalkozó. Volt egy pont egy pillanat, amikor tudtál dönteni, hogy most állj, és akkor most valahogy másképp kéne folytatni? Volt olyan pillanat is a balesetnél például utána, de sok ilyen pillanat volt ebben a 7-8 évben. Képzeld el, pont most voltam június 15-én, 39 éves volt a szülinapom. Boldog születésnapot. Köszönöm szépen, nem ezt akartam kierőltetni, de igen, és lesz egy ilyen kis bulim, amit tartok egy pár embernek, és ott egy olyan meghívót írtam nekik, hogy az elmúlt 7-8-9 év után szeretnék ismét ilyen emberek között egy kicsit egy ilyen bulit tartani. Az elmúlt 7-8-9 évben én nagyon sokat voltam egyedül, valahogy direkt is, valahogy erre vágytam, és ez nyilván párhuzamban áll azzal, hogy egy kicsit a világosságtól, a fénytől, nem tudom, a hírességtől kicsit elvonulni, meg a közélettől, meg ez esett jól valahogy, és most jön az egész vissza, most megint. Például, amit kérdeztél, például volt egy olyan dolog, hogy Brazíliában voltam, épp egy elvonuláson, sok ilyesmit csináltam az utóbbi 7-8-9 évben, mint hogy egy ilyen barlangba meditáltam volna itt-ott a világban, és pont bármilyen furcsa is, de tényleg Hollywoodból hívtak, hogy van egy filmszerep, és ki kéne menjen, azt hiszem 10 vagy 12 napos film volt, és már kiválasztottak, és menjek, és képzeld el, azt tudtam mondani, ez 2014-ben volt, hogy én most muszáj itt maradjak. És mondták, hogy tök megértjük, van ilyen, majd jelentkez, ha úgy jön ki a lépés. Tehát nem bántad meg? Azt nem, azt egyáltalán nem. Máté Gábor osztályába járt el az egyetemen. Nagyon jó társaságban. Igen. Az valószínűleg egy jó időszak. Igen. Volt. Aztán elszerződtél a Katonához, ami azért igen, egy művészszínház. Igen. Tehát olyan igazi. Jöttek a filmszerepek. Igen. Mi bajod volt? Hát a tenyerén hordozott az élet. Volt valami bajom? Hát valaminek történni kellett, amiért szembe kellett nézned önmagadban. Nem tudom, nem, talán nem bírtam el a sikert. Talán, a siker talán, volt a baj? A siker is volt a baj, a önértékelés hiány is volt a baj, gyerekség is volt a baj, éretlenség is volt a baj, beképzeltség is volt a baj, narcisztikusság is volt a baj, fejletlenség most is volt. Most nagyon ismered magad? Nem. Ami színészként nem. Szerintem fontos? Nem nagyon, de jobban. Nem, jobban, de jobban. És mindenképpen kiegyensúlyozottabb vagyok, és mindenképpen stabilabb vagyok, és mindenképpen érettebb vagyok. Mitől jobb neked eszközként a film, mint a színház? Lehet, hogy én ezt rosszul érzem, de úgy gondolom, hogy kicsiben, kamera közelben
valószínűleg jobban érzed magad, Imádom. mint egy nagy térbe. Imádom, nem tudom, azt érzem, hogy nagyon intim, nagyon igazi, nagyon izgalmas, nagyon valódi. Nagyon szeretem. És az, hogy nem játszol végig egy történetet, mert ugye a film az de arról szól, hogy ma csak egy jelenetet veszünk fel. Csak nem egyben. És egyenként, tehát más a technikája, és egyenként egy nap meg lehet csinálni, mindent ki lehet hozni abból az egy pillanatból. És szeretem az ezzel járó mellékes, hogy úgy mondjam, felhajtást is. Szeretem, szeretem azt a műfajt nagyon. Írtál egy könyvet, az a címe, hogy észlelések, ez olyan, mint egy napló. Igen. Ez egy öngyógyítás volt, vagy valamiféle feladatot teljesítettél nem. azzal, hogy kiadod magad? Nem, öngyógyítás volt, egy egyszemélyes pszichoterápia, és az én észleléseim leírása gondolkodtam, hogy... Tehát először ez, mit tudom, másfél vagy két évig magamnak írogattam egy Word file-ba. És akkor utána egy-egy embernek, én nem is tudom, hogy a judomesternek, a barátomnak így fölolvastam, hogy figyelj, ez nagy hülyeség ez, nem. És mondták, hogy te, ez okos gondolatok. És egyszer csak éreztem, hogy milyen, megint csak pszichoterápia, milyen durva dolog lenne számomra is, hogyha én azt mondanám, hogy ez vagyok. És nincs, kendőzetlenül, ez vagyok. Igen, én hülye is vagyok, ez vagyok. És milyen visszajelzéseket kaptam? Nagyon szeretik. Értenek? Mert őszinte. Értenek? Értik, hogy ki vagy? Aki valamiért oda vetődik, hogy na mutasd, na ez érdekelhet, azt valamiért vonza ez a típusú dolog, és az érti, hogyha valakinek esetleg így odaadnám, hogy olvasd el, az lehet, hogy nem ér. Tenni ebbe, azt mondom, mi ez a hülyeség. Egyszer beszéltél egy interjúban arról, hogy édesapáddal milyen a viszonyod, hogy mennyire szereti a színészetedet, és igen. mennyire nem érti ezeket az éveidet, és ezt az öngyógyító igen. kitárulkozásodat. Azóta ezt meg tudtátok beszélni? Képzeld, ezt akartam elsőre mondani, hogy például ezre is olyan fantasztikus ez a jó dolog. Szóval nagyon-nagyon helyre tudtam tenni a vele lévő kapcsolatomat magamban, és ezért vele is. Tehát ez valami csoda. Azért nem értett, mert te nem voltál rendben magaddal? Meg vele? Szerintem lehet, hogy igenis. Tehát, hogyha én nem vagyok magammal rendben, akkor azt veszem észre, hogy a világgal én nem vagyok rendben, és a világ nincs rendben velem. Azt szokták mondani, hogy a színjátszás az nem csak tehetség, az rutin is. Abból te most koptál? Nem veszem észre. Én azt érzem, hogy nagyon spontán és nagyon jól... Most elkezdtem egy darabot próbálni, és azt érzem, hogy nagyon, hát az szabad így magáról nem ennek beszélni, de nagyon jól működő vagyok, tehát friss vagyok, szenvedélyes, és érettebb, mély. Tehát én nem veszem észre, ha egy engem. Most jött el a pillanat, hogy éhes vagy a szakmára? Nagyon. Igen. És most már nagy nevű rendezőkkel is beszélget, de most nem mindegy, hogy van nagy nevű, kis nevű, de hogy elkezdett ez a része is érdekelni. Ez hogy megy? Most megüzened, hogy készen állsz? Hogy itt vagy? Hát, hogyha most így úgy beszélünk, mint hogyha a négy szem közt beszélnénk, akkor azért tényleg ez egy hatalmas dolog, meg tisztelet, de hogy azért folyamatosan hívogattak színházigazgatók, rendezők, hogy na most, és mindig nem, és az lehet, hogy egy nagyképűnek tűnt, de inkább az volt, hogy tényleg most nem, és akkor most is hívogatnak, illetve van, akit én is felhívtam, tehát van kettő olyan ember, akire azt gondolom, hogy na ő top valahogy, és felhívtam, persze felhívom, tehát itt ebből nincs mese, és azt mondom, hogy fél dolgozni akarok, csináljuk valamit, hogy nagyon jó. Azt mondod, hogy most próbálsz, találtál magadban új színeket attól, ami történt veled az elmúlt években? Tudsz másképp gondolni önmagadra, vagy rálátsz önmagadra? Ebben a szerepben, ami, ahogy megvan írva, és ami most ez, és a többi, amit most próbálok, ebben még nem. De azt észrevettem új színként, hogy próbálok, hogy vagyok a partnereimmel, a munkamorálom, amivel szerintem nagyon nagy baj nem volt, inkább azzal, hogy türelmetlen vagyok-e, vagy nem vagyok türelmetlen, mennyire vagyok stabil, mennyire... Nem vagy... szerettek veled dolgozni? Tessék? Nem szerintem szerettek veled dolgozni? Szerintem szerettek. Csak te érezted magadon azt, igen, hogy több kéne. Igen, hogy de most nem. És most pedig azon, hogy nincs nagyon ez, hogy türelmesebb vagyok, vagy elnézőbb, vagy elfogadó. Törtett korábban a fejed azon, hogy nem csak színészként, hanem akár forgatókönyvíróként, producerként is kipróbálod magad, ezt elengedted, nem, vagy éppen, működik. Hogy fordítva? Az éppen, hogy van. Az éppen, hogy működik. Mit csinálsz most? Hát van egy 2-3 filmtervünk van, mindegyik azért mondom tervünk, mert mindegyiknél van egy producertárs is, meg mindegyiknél van egy forgatókönyvíró társ is. És most van egy olyan akciófilm jellegű dolog, amit előkészítünk. Most a forgatókönyv az már félig meg van írva, és egyszer beadtuk, ott pályázatot nyertünk, megyünk vele tovább. Nagyon szeretnék filmezni, filmet csinálni, filmet rendezni, producerálni, játszani benne. Nem csak az enyémben, meg ebben, hanem általában a film az... Tehát, hogy kérdezted, most éhes vagy. Nagyon, és nagyon érdekel. A magánéletedet, hogy rendbe raktad, az azt is jelenti, hogy meg is állapodsz?
Vagy meg tudsz állapodni? Képzeld el, hatalmas különbség a régi énemhez képest, és ez viszont a legutolsó fél évben indult el. Soha nem gondolt, talán mások se gondolták volna, de én sem magamról, hogy azt mondom erre, hogy egyértelműen igen. Tehát azt érzem, hogy most kész vagyok arra, valahogy azt érzem, hogy 39 vagyok, valami belül elindult, hogy alapítsunk családot, feleség, egyedül már nem jó, és nem az, hogy akkor legyen egy barátnő, hanem tudom is, hogy ki legyen az a barátnő. Tehát, már ő is tudja? Ő is tudja. Ő is tudja. Azért ez fontos. Ő is tudja. Hát az nagyon hülyén hangzik, azt mondom, hogy így tovább, de látom, hogy fel vagy töltve, és tele vagy olyan energiákkal, amik viszik előre az embert, úgyhogy ennek nagyon örülök, nagyon és örülök, hogy megosztottam. Köszönöm. Fenyő Iván volt a vendégünk. Köszönöm.